majdnem 16 éves koromtól tulajdonképpen nekem kellett kézben tartani az életemet, a tanulmányaimat. Egyik nap még normális családban élsz. Így van. Majd a következő nap. Az én nehéz erről így beszélni, mert közben nyilván szeretem anyukámat, apukámat, a testvéremet, és tényleg még csak azt sem mondhatom, hogy rossz közöttünk a viszony, de volt egy kis távolságtartás, illetve voltak tabuk, amiről nem beszélünk. Néha magam számára is irritálóan kíváncsi vagyok. Az élet foglalkoztat maga, és ezért lettem biológia, kémia szakos tanár is. Szép zöld harkány, látod? Hol van? Ez a piros fejű. Jaj, de jól néz ki! A biológia tanár mindent észrevesz. Képzeld, de régen, hát azt nem mondom, hogy nagyon nagy rendszerességgel, de régen kijártam a Margit-szigetre. Igen? Itt lakom közel, és még szerettem is, mondjuk heti egyszer körbe futottam a Margit-szigetet. Nem tudom, hogy ez már futásnak számít-e, vagy a sem. A futás? Hát hogy? Már bármi futás. És az történt, hogy ugyan 11-12 évvel ezelőtt beszakadt alattam egy horgászmóló orrfűn. Ráadásul a lovasi bandinak, ahol vett egy új módot, és korhattak voltak a fák, és akkor ott megsérült a térdem, és meg kellett műteni, kiderült, hogy két helyen meniszkusz porcakadás, és a műtét óta az van, hogy annyira nem bírom a futást, tehát így hosszú távon semmiké. Tehát ilyen 200 métereket így lefutott. Jaja, nem is, egyébként nem is ilyenkor szokott a baj lenni, inkább azon, hogy utána egy-két napig így be van dagadva a térdem, hogy érzem, hogy fáj. Viszont egy dolog nagyon jót tett neki. Nyilván arról hallottál, hogy a zselatin jót tesz ugye az ízületeknek, de hogy nem is akármilyen zselatin, tehát nem kell különleges gyógyszerekben gondolkodni, hanem ilyen hetente, két hetente így lefőzök egy kisebb adag kocsonyát, elteszem ilyen kis poharakba, lefagyasztom, és azt az edzőm ajánlotta. Milyen edző? Mit sportolsz? Hát ugyanúgy heti egy alkalommal másfél óra, és ez box, ugyanis az unalomtól félek lenni, hogy unatkozni fogok edzés közül. És a boxedzés nem olyan, hogy nem tudsz unatkozni. Várjál, ott ha elkezdesz unatkozni, gyorsan jön a pofon. Így van, így van. Hogyha egy elmélázol, akkor véged. Bemondó ide, bemondó oda. Vagy gyerek apukája vagy. Igen. És ha jól számoltam, a legkisebb és a legnagyobb között hát, közel 30 környék év. Igen, közel 30 év van közöttük. Erre szoktam azt mondani, hogy nehéz ellenállni a reprodukciós késztetéseknek. De a legutolsónál azért vacilláltam. Többinél nem annyira. Nem akartam elvenni a Zsanitól, a feleségemtől azt a lehetőséget, hogy szülessen egy kislányt is. Már nagyon szeretett volna, és biztos, hogy jóisten is így akartam egy kislányt. Neked az életednek volt egy katartikus traumája, amikor a húgod és az édesanyád 80-as évek közepén Ausztráliába diszidált. Igen. Talán annak is köszönhető ez a, hát mondjuk ki, sok gyerek. Azt nem tudom. Szerintem annak inkább csak az köszönhető, hogy sajnos így bennem ragadt egy szint állandóan ott pislákoló bizalmatlanság, hogy elveszíthetem azt, akit szeretek. Úgyhogy szerintem mennyi idős voltál ekkor? Hát 15 éves, majdnem 16. Tehát a kamaszkor közepe. Igen, így van. Tehát szerintem a legérzékenyebb kor. És erre te készültél, hogy ők elmennek? Dehogyis. Tehát ez teljesen váratlan miért. Egyszer csak nem jöttek haza. Te anyukám meg a húgom, így. És vártam őket. És képzeld el, hogy nem tudtam 3 hétig, hogy mi van velük. De hát mint később kiderült, hogy ők kimentek Jugóba, ugye Jugoszláviába. Ja, mert onnan Ausztriába, igen. Kellett. Onnan Ausztriába. És csak akkor közölte a családa, hogy hol van. Akkor már kiértek Ausztráliába. Hát ez akkor még bűncselekmény is volt. Így van, így van. Tehát akkor még vastagon. De és akkor ők még, tehát a szüleid együtt éltek, egy család voltatok? Igen, de mint később kiderült, hogy ők elváltak, de ezt sem nagyon akarták megosztani velünk. Ezt képest egészen civilizáltan intézték, hogy arról nem tudtunk a testvéremmel, hogy ők közben elváltak. Ja, tehát ha a testvéred nem tudta, se te? Így van. A testvéred se tudta, hogy
Nem, hát meg ő picike volt még. Aha. Tényleg elsős kislány volt. Na várjál. Meg és ebből hogy lett Ausztrália végül is, a világ másik oldala? Rokonokhoz ment oda ki anyukám. Aha. De szerintem ezt ő így megbánta. Leginkább azért, mert látta, hogy mit okoz a húgomnak, meg nekem az, hogy szétszakítottak bennünket. Nyilván azóta ezt már többször átbeszéltük, megrendeződött, de akkor ez nagy sok volt mind a kettőnek. Várjál. Lehet, hogy muszáj térdem miért egy picit lassítani, hogyha le... Bármit. Lehet ilyet? Hát bármit. Hát akkor kicsit, kicsit a sétálgatunk. Van egy mondjuk 16. éves fiatalember. Egyik nap még... ahogy tudtad, normális családban élsz. Így van. Majd a következő nap magadra maradsz apukáddal? Így van, ez történt. És apukám se tudta, hogy mi van. És mint később kiderült, ugye én azért nem tudtam ezt meg anyukámtól, hogy nehogy megosszam ezt az információt édesapámmal. Mert akkor lehet, hogy ő megakad, sőt, biztos vagyok benne egyébként. Mert ugye a lánya innen nézve is így van, hogy nem. Hogy az biztos, hogy nem akarta volna elveszíteni a lányát ennyi időre. De hogy ezért nem lett ez közölve velem, és hát ugye apukámat is annak ellenére, hogy annyiban tudta, hogy elváltak, ugyanilyen váratlanul érte, és szerintem apámat is megrázta az, hogy látta, hogy engem mennyire érzékenyen érint ez a dolog. Mennyi idő után láttad őket újra? 6 év. 6 év múlva? 6 év múlva. 6 évig nem is találkoztatok? Nem találkoztunk, csak leveleztünk. De hát 90-91 rendszerváltás, tehát akkor van, lehet újra utat. És akkor te mentél ki hozzájuk? Nem, ők hazajöttek. Hazajöttek, mert anyukám megbetegedett, és úgy látta jobbnak, hogy akkor jobb, hogyha itthon kezelik. Valószínűleg ez is olyan lehetett az ő betegsége, illetve a betegsége. Így van. Tehát szerintem nem tudta feldolgozni a saját döntését. Így van, nem tudta feldolgozni, úgyhogy szerintem a legjobb döntés volt, hogy hazajöttek még akkor is, hogyha Ausztrália gyönyörű, még hogyha a húgom gyakorlatilag ott is szocializálódott, és nyilván emiatt perfekt angol. És most de nem is ez most vissza? Hát látogatóba igen, de szerintem lakni nem. De nagyon, nagyon szereti a mai napig a húgom Ausztráliát, de lakni szerintem nem szeretne visszamenni. És nagyon fura, hogy főleg azután, és ezt beszéltük is, hogy ami ott a Covid alatt történt, az egy kicsit creepy. Tehát egy megremített bennünket az a szigorra, hogyan ott kezelték ezt a dolgot, ott aha, meg Új-Zélandon. Nyilván most fölösleges arról beszélni, hogy ez most úgy jó volt-e vagy se. Szerintünk nem, de mások szerint meg ők csinálták helyesen. De az biztos, hogy egyébként egészen liberálisnak, meg szabadnak ismert ország ilyen restrikciókat vezet be, az a valami miatt, amit egyébként mások meg nem tartanak olyan súlyos vagy nagy ügynek, az egy kicsit aggasztó bennünk, de ez egy mellékszál csak. Idézd már föl nekem, ha tudod, de hát gondolom milliméterre tudod, 6 év után az első találkozásotokat, hol történt meg? Tehát tudtad már, hogy jönnek haza? Így van, úgy volt, hogy anyukám korábban jött, nem tudom, valahogy úgy intézték el, hogy anyukám korábban jött, és a nagybátyámmal jött haza a húgom, és egy-két héttel később, lehet, hogy ez valami repülőjegy okoskodás volt, biztos akkor is voltak ilyen, nem tudom, biztos valami kedvezményes, ez mindegy is, és emlékszem, hogy nyilván egy ilyen kis babás húgra számítottam, még akkor is, ha tudtam, hogy már 12 éves, vagy elmúlt 12 éves, mikor hazajöttek, de hogy olyan, hát mégis egy egész nagy kamaszlányt láttam magam előtt, akinek a hangja, a formája egyáltalán nem olyan volt, mint ahogy elengedtem, hát nyilván elengedtem egy elsős kislányt, egy általános iskolás elsős kislányt, ő volt a kis húgom. Nem felejtjük el, nem volt internet, nem volt FaceTime, ja, persze, nem volt Instagram, nem lehetett képeket. Hát néha láttam fotót róla, egy-két ilyen képet, ilyen mosolyos képet, mikor megláttam, akkor meglepődtem, hogy mekkora. Hát de ez nyilván természetes, hogy egy 6 és 12 éves lány között elég nagy a különbség minden értelemben. És hát már arra emlékszem, hogy megöleltük egymást, és én arra számítottam, hogy ő ugyanúgy visszaölel majd, de végtelenül zavarban volt, és szerintem nem tudta, hogy mit kell csinálni. És hogy csak állt, és így pislogott. Úgyhogy
ami aztán nyilván később feloldódott, vagy órákkal, vagy egy-két nappal később ez már teljesen feloldódott. Csak akkor meglepődtem azon, hogy azt hittem, hogy egymásnak állba ugrunk, és igazándiból nem ez történt, hanem ott földbe gyökerezett lábbal állt, és pislogott a reptéren. De hát innen visszanézve is inkább sajnálom a drága kis ugocskámat, hogy ilyen helyzetbe sodort bennünket az élet, hogy ezt így kellett, hogy megéljük. És amikor anyukáddal találkoztál, 6 év után? Hát ő akkor nagyon, nagyon el volt foglalva azzal, hogy rosszul volt neki, ezért több minden baja volt. Ilyen idegi alapú, meg pajzsmirigy, meg emésztőrendszeri gondok. Tehát, hogy az a klasszikus pszichés betegségek egyébként, vagy a pszichoszomatikus betegségek. És ő el volt ezzel foglalva. Tehát, hogy ezt egyébként sokáig, én azt hittem, mondjuk, ha hazajön, akkor lesz majd egy nagy ilyen kinyilatkoztatásszerű, vagy ilyen kinyilatkozásszerű. Igen, előre megélted a beszélgetést a fejedbe többször. Igen, de ez nagyon-nagyon későn történt meg. Tehát nem tudom, hazajövetelük után talán 25-30 évvel. Még egyszer? Hazajövetelük után 25-30 évvel. 25-30 évvel? Így van, tehát nem olyan nagyon rég, ez egy pár éve történt meg. Hogy leültetek és igen. De várjál, hát ez azt feltételezi, hogy akkor ebben a 20x évben ti egy kicsit idegenként. Hát volt egy kis távolságtartás. Az én ehhez erről így beszélni, mert közben nyilván szeretem anyukámat, apukámat, a testvéremet, és tényleg még csak azt sem mondhatom, hogy rossz közöttünk a viszony, de az kétségtelen, hogy tehát attól tartok tőled, hogyha ilyet mondok, hogy igen, nyilván volt egy kis távolságtartás, illetve voltak tabuk, amiről nem beszélünk, csak hogyha ezt mondom, akkor olyan, mint hogyha idegenként lettünk volna együtt, de hát nyilván erről azért szó nincs. Szerintem őt jobban feszélyezte az, hogy ez ilyen kibeszéletlen, és emlékszem, hogy egyszer a hugoméknál történt ez, hogy valami családi ünnep volt, az is lehet, hogy karácsony, vagy nem tudom, és anyukám kijött cigizni, és akkor én kikísértem, és akkor így megindult belőle, és akkor órákig beszélgettünk ott, meg sírtunk is. Úgyhogy ez így jött ki. Abban az 5-6 évben, mert hát a kamaszkor azért valójában az az egyik legcombosabb kor egy gyerek életében, ti ketten voltatok az apukáddal? Hát apukám is kiment Németországba dolgozni, aztán újra házasodott. Ugyan nyilván egy ideig az ő volt közös lakásukban, laktam. De akkor hát egyedül maradtál? Hát inkább, ugyan elvileg apu felügyelet alatt, de viszonylag keveset voltunk együtt, még ha ő azért gondoskodott is valamennyire. Aztán, amikor azt a lakást eladtuk, akkor én a nagymamámhoz költöztem Szeged belvárosába. De valahogy úgy érzem, hogy ez a majdnem 16 éves koromtól tulajdonképpen nekem kellett kézben tartani az életemet, a tanulmányaimat, hogy mi lesz belőlem, hogy miből élek majd. És azt gondolom, hogy az, hogy akkor az élet kvázi erre kényszerített, én amúgy se kényszernek, se valami nagyon sokkoló dolognak nem éltem ezt meg. Valószínűleg már akkor rögzült bennem, hogy inkább megoldásközpontú vagyok, és nem problémaközpontú. Akkor is azt éreztem, mint most is bármilyen problémánál, hogyha fölmerül, hogy ez dobta a gép, ezt kell megoldani, mit kell csinálni. És én akkor szerintem egy ilyen nagyon hasznos skillben szereztem gyakorlatot, tehát ilyen nagyon hasznos készségben szereztem gyakorlatot nagyon fiatalon, hogy kell disztingválni a fontos és a kevésbé fontos dolgok között az életben, és mi az, amire érdemes energiát meg időt fektetni, mi az, ami be kevésbé érdemes. És gyakorlatilag a mai napig, én nem tudom, 35 éve élek úgy, hogy esküszöm neked, hogy én nem tudom, mi lesz velem fél év múlva, és lehet, hogy más ember tesz teljesen kétségbe, itt én meg így élek. Van egy ilyen érzésem. Az igazság az, hogy részben hallgatom saját magamat. Ez az igazság, na, mert ugye félig üres pohár, félig tele pohár, igen, erről beszélünk. Ha félig üres poharat nézek, akkor nézem az életedet 16 éves korodra, hirtelen egyik napra a másikra a senki földjén találtad magad. Igen. Ezt meg lehet élni egy élethossziglan tartó drámaként, ami lehúzza az embert, vagy meg lehet élni lehetőségként,
Mert akkor innentől kezdve nekem nem mondják meg, mit csináljak, nekem kell kitalálnom mindig a következő lépésemet. Még volt is bennem ilyen, képzeld el, hogy nem is bántam, hogy így történt, mert én olyan annyira kiskorom óta vágytam arra, hogy független felnőtt legyek, hogy az önrendelkezésemet így megadják, hogy ez megmaradhasson, hogy én mondjam meg, hogy mikor mit akarok csinálni, mikor hova akarok menni, hogy a mai napig emlékszem arra a felszabadulásra, hogy oké, tehát hogy biztos, hogy lesz, ami nehezebb lesz így, viszont nekem most már aztán biztos, hogy senki nem fogja megmondani. Igen, az önrendelkezés igen, szerint igen, igen, egy igen. Kitűnő szó, csak hát azért az nagyon nehéz magunk között szólva, hogy az ember okosan tudjon élni ezzel az önrendelkezéssel, azért én, ha megengeded... Ja persze, hát ez nem azt jelenti, hogy akkor azt csinálok, amit akarok. Hát persze, és csak ezt így nyilván egy csomó zsákutcán hát keresztül 16, tanulja meg 16 ezen. Évesen persze. Az ember azért azt gondolhatná, hogy na akkor innen beindul a buli. Ehhez képest azért csak, hogy mondjam, ennek a képnek az alapján rendezzük azt, hogy mi a teljesítmény, az életteljesítmény, ha visszanézünk 16 éves korra. Hát egyrészt, ami kevésbé ismert veled kapcsolatban, hogy egy kémia-biológia tanár vagy. Igen, igen, igen. Tehát végzettséged szerint. Tehát magyarán szólva a zene mellett a tanulmányok sem lettek elsinkófálva. Igen, de ez meg a kíváncsiságomnak köszönhető, hogy olyan... Na már néha magam számára is irritálóan kíváncsi vagyok, tehát annyira szeretem tudni mindenről, hogy mi hogy van, és valahogy nekem ez ilyen automatikus volt, hogy a természettudományok felé fordulok, mert ez sok mindenre magyarázatot ad, hogy hogyan működik az élet. Az élet foglalkoztat maga. És ezért lettem biológia, kémia szakos tanár is, mert ugye szerves kémia, az élő anyag miből áll, hogyan működik, de hát azzal még azért az életet magát igazán nem fejtettük meg, hogy az hogyan lehet, hogy minden dolog önmagától ugye a nagyobb rendezetlenség irányába játszódik minden, le. Minden válasz, a kérdések sokasága. Kivéve az élet, ami meg így fordítva működik, tehát amíg az élet él, addig inkább a rendezettség irányába törekszik, hogy ez működhet-e csak a természet törvényei alapján, vagy van-e fölött valami más erő, ami valami ember feletti dolog, és emiatt kezdett el érdekelni a vallás is, és azzal is tök komolyan foglalkoztam, voltam, hát ilyen 14-15 évig biztos voltam vasárnapi iskola tanár, illetve elnök, ami azt jelenti, hogy ilyen egyházi gyűlések, istentiszteletek után tartottam szentírás órákat, és ezt is csak azért, mert eleve szeretek tanítani, nagyon szeretek adni, és az a színpadi tevékenységem is ehhez köthető, tehát ami miatt nekem szükség lett, hogy kiállhassak színpadra, az, hogy adhassak tudást, gondolatokat. Sokkal jobban szeretem az interaktív fellépéseket, tehát mondjuk a klub fellépéseket, mert ott folyamatos interakció lett a közönséggel, mint mondjuk egy nagy városi eseményt, vagy egy nagyobb fesztiválkoncertet, ahol csak le kell játszani egy műsort. Tehát ezt az interakciót, ezt így imádom. Úgyhogy nekem valahogy ilyen egységes egész az, hogy és ilyen nagyon természetesen egymásba illeszkedik, hogy érdekelnek a szentírások is, de a természettudomány is nagyon érdekel, vagy ha úgy tetszik, ilyen nagyon magasztos kifejezéssel élve a művészet maga. De szerintem a művészet annyira nem magasztos dolog, a művészet csak annyi, hogy műveket hozunk létre, és aki műveket hoz létre, az és a lehet művész. A zene az hogy érkezett, az természetes része volt? Igen, az... nyilván itt van egy nagyon erős genetikai meghatározottság is, már apukám is, anyukám is nagyon jó fülű, meg jó hangú ember. Én úgy jöttem fel, hogy otthon mindig több szólamban énekeltek, hogy nagyon sokféle jó zenét hallgattunk, így a 60-as, 70-es, 80-as évekből, de tényleg a legjobbakat, és hogyha most mondanék dalcímeket, szerintem mindegyikre azt így bólintanak, igen, tényleg azok a legjobbak. Tehát szerintem ilyen nagyon jó zenei ízléssel szocializálódtam, és akkor volt egy nagyon konkrét pont, amikor kvázi így elromlottam, vagy én ezt úgy szoktam hívni, hogy áldozatul estem a rock'n'roll átverésnek, amikor a szüleim szerintem azóta is bánják, megmutatták nekem a Nehéz nap éjszakája című filmet. És emlékszem, ez az első Beatles film, és hát onnantól kezdve azt éreztem, nem lettem több, szerintem ilyen 8-9 évesen, hogy hát
én is azt akarom, hogy ez legyen a foglalkozásom. És akkor teljesen jogosan mondták, hogy ez azért nem így megy, meg elkezdtek így terelni, hogy tudod, Zoli, hogyha gitározni akarsz tanulni, akkor először hegedülni kell megtanulni. Aha, és így elképzeltem magam, hogy megyek egy hegedűtokkal, tőle, fú, ez nagyon cikérni, már csak az lenne cikép, ha fuvolatokkal menni. Úgyhogy egy időre elengedtem, és akkor ilyen 13-14 éves koromban, amikor rájöttem, hogy ez nem így van, elkezdtem magamtól gitározni, tanulni. Egyébként zongorázni meg jártam. Tehát a zene az természetes része volt azért. Igen, a minden, tehát valahogy ilyen evidens volt, hogy az, ha nem is zenével foglalkozom, de hogy nagyon közel fogom érezni magam mindig ehhez, és hát a mai napig tele vagyok ötletekkel, tehát ugye nem csak mert a zenészben miközben azért, van. Azért egy életet töltöttél sok minden más mellett a színpadon, tehát én azt gondolom, hogy az ember akár még meg is unhatná. De van, amikor megunom. Igen? Tudod, mi volt a legnagyobb sok? És az előbb, jó előbb már beszéltünk a Covid időszakról, hogy én nem tudtam, hogy nekem az alkotói és az előadói lelkesedésemnek és az aktivitásomnak mennyire erős, mennyire fontos alapfeltétele, hogy én tudjam, hogy ha éppen kitalálok valamit, vagy próbálunk, az két hét múlva, két hónap múlva, de beleszokták. Igen, a visszajelzés. Igen, hogy tudom, hogy azt látni fogják, tudom, hogy arra majd valamit reagálnak. Tehát céltalanul nem tudsz alkotni. De, így van. De az a fura, hogy nagyon sok kollégám meg azt mondta, hogy annyira örült ennek az időszaknak, mert végre hónapokig, évekig otthon ülhetett, és szépen dolgozhatott a kis anyagain. De én meg rájöttem, hogy nekem semmilyen anyagom nem szól magamnak. Tehát nekem semmi értelmet, vagy semmi kielégülés nem ad az, hogyha magamnak írogatok zenéket, meg szövegeket. Sétálgatunk itt a Margit szigeten, ha összefoglalom, ugye 16 éves korodtól tulajdonképpen önállóan menedzseled az életedet, van 6 gyermeked, szeretsz tanítani kémiát, bioszt és adott esetben vallást, vallástörténetet, és egyébként az életedet meghatározta a zenei karriered. Hogy mi vagyok? Meg tudtál élni ebből az egészből végig normálisan? Hát, egzisztenciát tekintve? Mivel mástól közvetlen anyagi segítséget emberektől, meg támogatást ugye nem nagyon kaptam. Még persze nyilván volt ilyen, hogy a zenekarnak volt valami szponzora, támogatója. Az így oké, alkalmanként vagy egy-egy projektre, de hát úgy látom, hogy... És azért jó az a kérdés, amit fölteszel. Egyrészt nyilvánvalóan meg tudtam élni, nyilvánvalóan most is a saját lakásomban élek, a saját autómmal járok, és ilyen értelemben nem sok mindenkitől függök. A cég, aminek a tulajdonosa vagyok, annak én vagyok a vezetője is. Belegondolok, soha az életemben nem voltam beosztott, maximum akkor, amikor kamaszkoromban elmentem a konzervgyárba rozsdás konzervdobozokat sikálni, ami szerintem fölösleges munka volt, de mindegy. Igen, de hogy valahogy így megoldottam az életem, és azért gondolom azt, hogy ez egy nagyon találó kérdés, mert erre azt tudom csak mondani, hogy szerintem az élethez igazságtalanul sok szerencse kell, hogy jó sikerüljön. És ezt mindezt mondom úgy, hogy azt szokták mondani, hogy ezt a sikertelen emberek szajkózzák, és nem érzem magam sikertelen embernek, de az biztos, hogy egy csomó jó dolog, ami összejött az életemben, egy csomó olyan dolog, amiből én most élek, vagy ami akár az érzelmi, akár az anyagi biztonságomat szolgálja, én azért nem sokat tettem. Van egy ilyen éltésem. Persze, biztos, hogy elszórhattam volna, vagy ellinkeskedhettem volna, vagy hogyha mondjuk lusta vagyok, megbízhatatlan, akkor biztosan nem így alakul az életem, de én annál többet nem tettem. Öreg embernek most először ellent mondhat. Mond. Megpróbálom ezt is szépen megfogalmazni, mert ugye hát az a szükség van, fészkes fenét. Tehát nem voltam lusta, nem ittam el, nem csináltam ezt, nem csináltam azt, és szerencse kell hozzá, fészkes fenét. Hát 16 éves korod után élni tudtál a teli pohár aspektusával szerintem. Igen, valószínűleg így van. És valószínűleg nem lustán töltötted az életed, mert amit csak felsorolunk, és akkor nem mentünk bele részletesen a zenei pályafutásodba. Igen, de az a kérdés, hogy én mondjuk, hogy tényleg én tehetek arról, hogy ezt nem szórakoztam el, vagy lehet, hogy én az a szerencsés alkat vagyok, tudod, aki nem vágyik arra. Persze, nyilván, miért nem ennék el 3 hetente, vagy 2 havonta
iszogatni a haverokkal, vagy akár hajnalig dumálni, röhögni, vagy tehát miért ne? Tehát nyilván ezeket nem veti meg az ember, de valahogy az nem hiányzik, hogy még ha jót is beszélgetünk, az biztos nem hiányozna, hogy a palikkal minden este levenjek viszkizni, és röhögünk a kocsmába, mint ahogy valószínűleg neked sem. Nem. De hogyha azt mondod, hogy mit, havonta egyszer, várjál, akkor meg hajrá, érted? Az arány megtalálása. Igen. A mérték meg. Szerintem ez sem a szerencse kérdése. Na várj, erre hadd mondjak valamit, ami nekem egy nagyon fontos tanítás, és minden nap eszembe jut. Még Szegeden laktam, rendszeresen jártam föl már akkor a zenekar miatt Budapestre, de heti háromszor, négyszer. És egyszer egy rabbival együtt utaztam egy kupéban, úgyhogy egész úton nem szólt hozzám. Még ilyen 20 éves voltam, tényleg nagyon fiatal, még ekkora mobiltelefonok voltak, és a rabbinak volt egy mobiltelefonja, és azon egyébként héberül beszélgetett. Az a klasszikus kaftános rabbi, azt gondolta, nem is tud magyarul, nem is szóltunk egymáshoz, és készülöttünk a leszálláshoz, én a nyugatinál, hát nyilván elköszöntem, elhúztam az ajtaját a kabinnak, és mentem volna ki a táskámmal, és akkor a vállamra teszi a kezét, és azt mondja, egy fiatal ember, hadd osszak meg önnel valamit, aki a mérce birtokában van, az sikeres lesz, aki pedig nincs a mérce birtokában, az elbukik, és ez azóta minden nap eszembe jut. Alapigazságok az életben, amik nagyon egyszerűek, szerintem, viszont tartósan követni őket, nehéz. Az nem egyszerű, mert hát pláne, szerintem, kell, az biztos. Pláne szerintem, egyébként magunk között szólva, neked van 6 gyermeked, nekem 3, látom az életüket, és látom, hogy a mi életünkkel szemben mennyi és mennyi befolyásnak vannak kitéve. Ami ezt a bizonyos mércét, amiről beszéltél, az megingathatja. Nagyon nehéz egyébként, és lehet, hogy te se tartod. Én azért tudom, hogy nekem ez jókor és jó helyre érkezett ez a tanítás a mércével kapcsolatban, mert amúgy meg én egy mértéktelen ember vagyok. Tehát tényleg van olyan, hogy betegre eszem magam, vagy betegre gyakorlom magam, vagy betegre dolgozom magam, és akkor 3 hétig szünet nélkül, és nem vagyok. És tényleg már csak akkor hagyom abban, amikor már összesök a fáradtságtól. Tehát én ilyen értelemben tényleg mértéktelen ember vagyok, és olyankor jó, hogy van ez egy kis egyszerű a tanítás. Értem, ezért... Például visszatérve csak egy mondatra a gyerekekre, mert te 20 éves korodban megkaptad ezt a tanítást. Amikor ma gyerekekkel kapcsolatban hallom, ahogy szülők mondják, hogy oké, na de az én koromban, fiamat. Erre szoktam azt mondani, hogy ne haragudjál, már kit érdekel az, hogy a te korodban mi volt? Volt mobiltelefon? Volt internet? Volt ekkora információs csomaga mellükön ezeknek a gyerekeknek, amikben el kell találniuk? Én néha a gyerekeimet ilyen letaglózó csodálattal nézem, ahogy mint a legjobb szörfös haladnak az online világban, és találják meg a kiutat, a kijáratot. Igen, de ez sokszor lehet elbizonytalanító is. Tehát, hát, hogyne. Melyik a helyes információ, válasz? Igen, sok információ. És akkor már láttad, én saját gyerekemnél is láttam, hogy inkább így föltette a kezét, és akkor hagyjuk, akkor inkább nem foglalkozunk. Hát igen, meg itt, de hát ez nagyon messzire vezet, bejön a gyerek intellektuális szűrőrendszere, hogy mi az, amit beenged. De én azt látom a mi korunkkal ellentétben, hogy ők naturálisan zseniálisak. Mert ugye egy gyereket csak mi tudunk elrontani, mert egyébként... Ja, ezt is szoktam mondani egyébként, a számból veszed ki a szót, hogy egy gyereket nagyon mással nem tudsz tenni, mint amilyennek születik, de határtalanul el lehet rontani, az biztos. Szép zöld harkány, látod? Ott az a piros fejű. Jaj, de jól néz ki! Majd megkérjük a kollégánkat, fordulj ki a kamerával, légy szíves, ott egy zöld harkály a fatövében. Itt a közeli fatövében. A biológia tanár mindent észrevesz. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Egy élmény volt. Mondjuk egy 10 év múlva ránézünk egymásra, hogy hol tart a... Legyen úgy. A önálló egyéniségünk fejlődése. Köszönöm szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.